Kézzel fogható közelségben van az Ebel szezon rajtja, melyre immáron sajnos negyedik alkalommal az ifjabb Bocskai Gábor emléktornával készül a Szapafehérvár AV19. A hétvégén több neves csapat érkezik Székesfehérvárra, a Volán mellett a cseh extraligás Vitkovice, a Pet Cortina által irányított Red Bull München és az örök rivális szlovén Olimpia Ljubljana méri össze tudását. Hihetetlen komoly és színvonalában egy rendkívül erős torna lesz az az ifja Bocskai Gábor emléktorna, ami most negyed ízben kerül megrendezésre, és remélem, hogy mindenkinek, a szurkolóknak, a játékosainknak egy nagyon jó felkészülést fog tudni adni arra, hogy 7-én pénteken pedig a Zágráb ellen megkezdjük a 2012-13-as Ebel szereplésünket. A Szapafehérvár AV19 nem udvarias házigazda, hiszen az emléktorna eddigi három kiírásából valamennyit megnyerte. Tokai Viktoréknak feltett szándékuk, hogy negyedszer is hazai siker szülessen. Igen, egy nagyon rangos tornának leszünk mi a... Azt kell mondjam, hogy a főszereplő, is bízom benne, hogy a főszereplői, hiszen a Vitkovice, ugye a Red Bull által szponzorált München, Pet Cortina csapata, és a Ljubljana, aki ellen revansot szeretnénk venni itt az Ebel rájátszás kapcsán, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk, hogyha ezt a tornát megnyernénk immáron sorozatban negyedszer. A hétvégi torna után nem pihenhetnek sokáig a Volán játékosok. Szeptember 7-én pénteken indul az Ebel idény a Medvescsák Zágráb elleni hazai meccsel. Elsődleges cél mindenféleképpen, hogy a rájátszásba jussunk be, mert ugye bővült a az Ebel csapat, illetve az Ebel kerettag, úgyhogy ezekkel a csapatokkal, és ha már a hatban lennénk, én azzal nagyon meg lennék elégedve, és hát nyilván evés közben jön meg az étvágy, és majd akkor kiderül, hogy milyen csapatot kapunk esetlegesen ellenfélként, és hogyha egy lépéssel tovább tudnánk lépni, mint ahogy tavaly voltunk, akkor nagyon boldog lennék. Az Ebel szezon előtt tehát itt van még az ifja Bocskai Gábor emléktorna, mely szombaton 14 órakor a Vitkovice München összecsapással kezdődik, majd 17 óra 30 perctől egy igazi presztízsmérkőzéssel a Szapafehérvár AV19 Olimpia Ljubljana találkozóval folytatódik.